A családi gazdaságunk a Dél-Alföldön található, egy mészhiányos, homokos talajon. Ennek a talajnak a jellemzője gyorsan melegszik, viszont a vízmegtartó képessége igen alacsony, ezért elég sűrűn öntözünk minden adott kultúrában. A Faniperen szaktanácsadó ajánlatára használtam a Forterrát, amelyet a növény ültetésétől fogva használtam, és azt vettem észre, hogy egy sokkal dinamikusabb zöld felület alakult ki, és a gyökérrendszere utolérte azt az állományt, amit egy héttel előbb ültettünk. A harmadik használat után megnéztem a kontroll növénynek a gyökérzetét, és annak az állománynak a gyökérzetét is, amelyben a Forterrát használtam, és meglepetten vettem észre, hogy amit egy héttel később ültettünk és használtam benne a Forterrát, a gyökérzete utolérte az egy héttel előbb ültetett állománynak a gyökérzetét. Meglátásom szerint a növény sokkal jobban érzi magát a sátorban. Ha ránézek, a több éves tapasztalat alapján látom, hogy sokkal komfortosabban érzi magát a növény, és sokkal zöldebb, mint a kontrolltábla. Forterra használatával azt vettem észre, hogy a növénynek a lombfelete sokkal nagyobb és sokkal zöldebb. A Forterra egy növény alapú biostimulátor, amely a vízháztartást és a tápanyagfelvételt segíti elő. Ezt azon látom, hogy a növényeim jó lakottság érzetet mutatnak, amit a levél színén és nagyságán, valamint a termés méretén és színén is észre lehet venni. A baloldali növény származik a Forterra által kezelt állományból. A növényen jól látszódik, a gyökértől kezdődően egy sűrűbb, jobb gyökérzet, vastagabb szár, vastagabb levél, nagyobb levélméret, nagyobb bogyóméret és több, és még a bogyószám is több. A jobboldali növény kapott plusz nitrogéndózist, és ennek ellenére is sokkal kisebb a gyökérrendszere, a szár vastagsága és a levél mérete is.